április 22 és 29 között érkeznek meg a középiskolai felvételi eredményei a tanulókhoz. Az iskolák április 22-ig, azaz holnapig megkapják a hivatalos végeredményt, vagyis az egyeztetett felvételi jegyzéket az oktatási hivataltól. Április végén pedig minden diák megtudja, melyik középfokú iskolába jutott be. A jegyzék elkészítése során a hivatal a jelentkező által megadott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a tanulmányi területre fel vehető létszám alapján egyetlen felvételi kérelmet nyilvánít elfogadottnak, a többit elutasítja. A felvétel elutasításának több oka is lehet. Az egyik ok, hogy a jelentkezőt egy előrébb sorolt helyre már felvették. A másik, ha az adott tanulmányi területen betelt a létszám jobb eredményt elért tanulókkal, esetleg az, hogy a tanuló nem teljesítette a felvétel feltételeit, ezért az iskola rangsorolás nélkül elutasította a kérelmét. Az adott indoklást feltüntetik a jegyzéken. Az eredményt a középiskolák április 29-éig küldik meg a tanulóknak és az általános iskoláknak e-mailben vagy postai úton. Akik nem kerültek be sehova, vagy bekerültek egy iskolába, de mégsem szeretnének beiratkozni, még próbálkozhatnak a rendkívüli felvételén, ami május 9-én kezdődik. A rend Kívüli felvételi eljárás során egyénileg a választott intézményben való jelentkezéssel kérhetik felvételüket a diákok azokba a középfokú iskolákba, amelyeknek maradtak üres férőhelyei.